Ez aztán szépesés volt. A telód megúszta. A kulcsom mellett volt, ennek annyi. Még jó, hogy minden le van mentve felhőben. Elküldtem neked mailben a tegnapi prezit. Beírnád kérlek a második diára a még hiányzó két mail címet és visszaküldenéd? Persze, ha hazaértünk ez lesz az első. Sürgős lenne, nincs nálad a telefonod? Az iPhone-om mindig. De hogy jön ez most ide? Úgy, hogy nem csak géppel, de iPhone-nal is meg lehet oldani. Fel van téve nálad az iCloud Drive? Nem tudom. Nincs. Akkor menj be az App Store-ba és töltsd le. Ha kész, akkor nyisd meg. Oké, rányomok a megnyitásra. Ó, mi ez? Le van tiltva. No para, nyomj az engedélyezésére, aztán húzd át a csúszkát mellette. Ha egy alkalmazásnak nem akarod megengedni, hogy mentsen az iCloud-ba, akkor húzd el mellette a csúszkát. Oké, már van iCloud Drive-om. De most akkor hogy szerkesszük a prezit? Mutatom. Nyisd meg az e-mailemet, abban van ez a melléklet. Lent bal oldalon nyomj a megosztás ikonra. Nyomj rá a hozzáadás az iCloud Drive-hoz gombra. Mentsd el, aztán lépj át az iCloud Drive-ba. Azt most miért nem találom? Ó, igen, megakadt a telepítés, amikor engedélyezted az appot. Vissza kell lépned az App Store-ba. Nyomja letöltésre, aztán az Open-re. Á, megvan. De ebben hiába nyitom meg a prezit, nem tudom szerkeszteni. Bökj a megosztásra, és importáld a Keynote alkalmazásba. Ezzel már menni fog. És hogy tudom elküldeni neked? Legegyszerűbben az én levelemre válaszolva. Az e-mail szövegrészre nyomj rá hosszan. Emeld el az ujjad, és a megjelenő fekete menüsávban keresd meg a melléklet hozzáadását. Nyomj rá! Most menj be az iCloud Drive-ba, a Keynote mappába, és bökj a beadandóra. Megvan, akkor küldöm is. Amúgy az iCloud-ba bármit lementhetek? Igen, azt menthetsz, amit csak akarsz. A telód pedig automatikusan feltölti a fényképeket, videókat és ide pakolja a biztonsági mentéseket is. Értem. És mi volt az a biztonsági mentés cucc? A teló naponta többször ment fel a felhőbe minden fontos dolgot. Ilyenek az alkalmazásadatok, híváselőzmények, eszközbeállítások, drive-ba mentett fájlok és sok más. Ezt be kell kapcsolni? Igen. Menj be a beállításokban az Apple ID-n belül az iCloud-ba. Görgess le. Nyomj rá, és húzd át a csúszkát. A mentett dolgokat innen gond nélkül visszatöltheted. Tök hasznos ez a felhő, de mi van, ha véletlenül kitörlök valamit? Még elő lehet bányászni valahonnan? Igen, ha a törlés után időben észbe kapsz. A teló ezt nem tudja, a gépeden kell bejelentkezni az iCloud-ba. Menj a beállításokon belül a fájlok visszaállítására. Itt láthatod, amiket még megmenthetsz. Jelöld ki a fájlt és nyomja visszaállítás gombra. 30 nappal a törlés után már végleg buktad, úgyhogy erre figyelj. Az iCloud hasznos, különösen akkor jön jól, ha telefont váltasz.